őseink hona, apáink szava, tisztelet, becsület, emberség. Magyar vagyok. Magyar vagyok. Magyar vagyok. Magyar vagyok. Székelyföldön születtem június 4-én. Igaz, hogy akkor elírták, és június 5-e szerepel az anyakönyvi kimondatba, de attól én még büszke vagyok. Jó érzést tölt el, hogy itt a Kárpát-medencében olyan sok természeti kincs vesz körül bennünket. Itt van az Alföld, itt vannak a hegyek, itt élünk mi boldogan, és törekszünk arra, hogy ne adjuk fel. Ne adjuk fel, mert nekem ez volt a célom, hogy ne azzal foglalkozzak, mit nem tudok megtenni, mit nem tudok csinálni, hanem igenis törekedjek, hogy hozzam ki magamból a legtöbbet. Büszke vagyok arra, hogy az őseink ilyen nagyszerű hagyományt és emléket hagytak ránk, mint a székelykapu. És sikerült a gyerekkori álmomat is megvalósítani, családot alapítani, és három gyönyörű magyar gyermeknek az édesapja lenni. Ezért tartom fontosnak, hogy ne adjátok fel, mi se adjuk fel, mert jó magyarnak lenni.